az Adobe a legújabb a sorban, aki bemutatta a videógenerációs szolgáltatását. És az AI által generált videói eléggé lenyűgözőek, annak ellenére, hogy a demók egy picit rövidek. Ez az Adobe Firefly videó modell, amit most megtekintünk. A Firefly az Adobe mesterséges intelligencia szolgáltatása a kreatív feladatokhoz. Ez egy nagyobb csomag, ami folyamatosan bővül újabb és újabb elemekkel. A firefly.adobe.com weboldalon ki is próbálhatóak és lehet használni, illetve már elkezdték beépíteni ezeket a termékeikbe. Sziasztok, Pintér az MPR pintér csatornától, és nézzük is meg, hogy milyen ez az Adobe Firefly videómodell, ami hamarosan megjelenik majd az Adobe termékeiben. Közé tettek róla egy videót, ahol nagyon jól bemutatják, megnézzük és utána megbeszéljük, hogy mit is láthattunk a videóban. further. This past spring, we unveiled early explorations of generative AI in our video applications. And today, we're excited to share an update on progress and new capabilities that will help creatives overcome common editing challenges. Guided by our community's input, the Adobe Firefly video model is trained with creators' rights in mind and designed to be commercially safe. With Firefly Text to Video, you can use text prompts, a wide variety of camera controls, and reference images to generate b roll. That seamlessly fills gaps in your timeline. Quickly explore ideas for unique visual effects. Create elements for pre visualization, like atmospheric overlays. Or use text to video to generate inspiration for motion graphics. With image to video, bring your still shots or illustrations to life by transforming them into stunning live action clips. And coming later this year to Premiere Pro Beta, Generative Extend lets you extend clips to cover gaps in footage, smooth out transitions, or hold on shots longer for perfectly timed edits. And again, like other Firefly generative AI models, our video model is designed to be commercially safe and is only trained on public domain or licensed content, never on our users' content, so you can create with confidence. We can't wait for you to get your hands on these new capabilities in beta later this year. Láthatatok nagyon sok mindent a videóban, amit bemutattak. Nézzük is meg az érdekesebb részeket. Ugye ez, hogy szöveges prompt alapján generál valami videót, már nem akkora meglepetés, ilyenek már elég régóta léteznek, viszont itt felfedezhettetek benne egy olyat, hogy ki lehet választani mozgásokat, mert hogy a videókat úgymond finom hangolni lehet majd, és olyan kamera vezérléket lehet majd használni, mint a szög, a mozgás és a zoom, és például elméletileg létrehozhatunk olyan videót is, ami például a handheldnek a mozgását próbálja imitálni, mintha remegne a kamera, és még az intenzitását is be tudjuk ezeknek állítani ott a menüben, amit itt láthattatok, lehet állítani a kis csúszkán a mozgásnak az intenzitását. Olyan is lesz benne természetesen, amikor egy bemeneti képből tudunk uh, megadni egy uh, videógenerálást, és úgy tudjuk létrehozni. És ami nekem a legjobban tetszik, az. Ugye itt volt a bemeneti képünk, de nem is ez, hanem ez a része. Tehát gondold el, hogy van uh, két videód, vagy akár több is. Ezek egy összefüggő történetet mesélnek el, de szeretnél valamilyen átmenetet képezni az egyes videók között, és nem a szokványos átúszik, beúszik, elmosódik, hanem valami, valami, sokkal látványosabb átmenetet szeretnél készíteni. Természetesen a igazán jó filmes tehetsége rendelkezőknek megvannak azok a képessége, amivel nagyon jó átmenetet tudnak már magával a felvétel elkészítések közben is készíteni, de most gondoljuk azt csak el, hogy vannak ilyen szimpla felvételéd, és ezeket szeretnéd valahogy összekötni egymással, hogy egy átmenet legyen. És itt van egy ilyen rész a videóban, amit láthattatok, hogy tulajdonképp a két videó közötti hézagot ki tudjuk tölteni. Ez a, a Premiere Pro beta verziójában lesz majd elérhető elsőnek. Az idő, idővonalon lévő, meglévő klippeket AI által generált videóval lehet majd bővíteni. A válasz szerint a cél az, hogy kitöltse az idővonaldon lévő hézagokat, így ha van egy felvételed, amely nem elég hosszú, az AI mesterségesen meg tudja hosszabbítani. Illetve arra is képes, hogy átmeneteket képezzen majd meglévő videóink között, és ott láthattátok, hogy meg is született az átmenet a két videó között, tehát nagyon-nagyon szépen össze tudja kötni ezeket a látszólag egymástól különálló videókat, bár amik ugye egy történet részei. Ja, azt is láthattuk, hogy létre lehet hozni ilyen két és 3 d animált effekteket, például ezt a Tiger Sousat, amikor itt fújja a feliratot a szél, tehát ilyen effekteket is létre tudunk hozni, tehát nagyon-nagyon sok lehetőséget promóztak ebben a videóban. Illetve nagyon fontos még az, ami elhangzott itt, hogy az Adobe hangsúlyozza, hogy a videó modell a köztvajdban lévő műveken alapul, illetve a stock uh, szolgáltatásban, amiket feltöltöttek, és az emberek engedélyeztek videókat, képeket, többek között például nekem is uh, vannak ott fenn képeim, amiken uh, trenírozzák a modelljeiket, de ezért természetesen a feltöltők kompenzációt kapnak, és ezt teljesen úgy tervezték, hogy kereskedelmi szempontból biztonságos legyen, tehát amikor majd ezt fogjuk használni, akkor nyugodtak lehetünk azzal, hogy amiket generált, azok teljesen biztonságosak kereskedelmi felhasználásra, tehát nem tudnak támasztani velünk szembe semmilyen olyan copyright igényt, amivel esetleg másoknak megszektük volna a jogait. Úgyhogy ez biztosan jó lesz használható majd erre. Viszont láthattátok, hogy nagyon rövid klippek vannak, de azért mutatnék még plusz klippeket, amiket találtam. Még hozzá, a Twitteren találtam ezt, és a megosztója pedig... Pierrick Chevalier. Pierrick Chevalier. Szóval ő volt az, ez nem az én hangom volt, ha egy kellemes hölgy mondta el, hogyan kell kiejteni a nevét, és itt láthatjátok, ez benne volt a demó videóban is, ezeket a példákat. Itt például... Egy filmszerű közelkép és részletes portré egy rénszalvasról, egy havas erdőben naplementekor, világítás filmszerű és gyönyörű lágy és aranyszínű ellenfény, álomszép bokeh, lencsevillanás, színminőség filmszerű és varázslatos. És ugye ez körülbelül 5 másodperces videóklip. jónak tűnik. Tehát elég jónak tűnik, de hát ilyeneket már láttunk a Lumától, a runway és még sok minden mástól is igazából tényleg az lehetne az ütős, amit ott a kamerakontrollokkal bemutattak, és hogyha meg lehetne csinálni ezt a két videó közötti kitöltést. Nézzük meg ezt, lassított felvétel, vulkanikus táj, kráterekből kijönlő láva, láva ráfröccsen az objektívre, és tényleg ez, ez elég jól hangzik, igen. Filmszerű, hangulatos, drámai, nagy kontraszt, ez teljesen hozza. Szóval miniatűr, gyapjúból, fészből készült, egymással táncoló, imádnivaló miniatűr szörnyek. Jó, igen, aranyos. Egyik itt változtatják a színüket, gondolom, nem rakták volna ki, ha ilyen hiba lenne benne, és nem akarnak konzisztens maradni a karakter. Egy drónon lévő kamera, amely sivatag felett repül, miközben a szél fúj a dűnék felett, hullámokat keltve a homokon. Persze jó lenne tudni azt is, hogy ez majd mekkora felbontásba generálja a videókat, azért a legalább Full HD elvárható lenne az Adobe-tól, mert igazából ha a Premiere-be fel akarjuk használni, akkor bizony annál alább nem mennék én minőségbe, tehát jó lenne látni, hogy ez majd mibe fog megtörténni. Ugye azt mondják, hogy idén érkezik, tehát még jelenleg ez nem tesztelhető, maximum valami nagyon zárt körben. Pitypang részletes rendkívül makró közeli kép egy nagy piros nagyítón keresztül nézve. Ez is nagyon vicces, hogy mondjuk van egy snitted, vagy egy fotód akár, hogy valami e, egy e, gyermek mondjuk így a kézre ránézve néz egy pitypangot a kis nagyítójával, és utána gerálsz hozzá egy ilyen videót, mintha a tényleg ránagyított volna, és megnézte volna, hogy milyen az közelről, úgyhogy eléggé jó kis filmszerű jeleneteket lehet majd ezzel készíteni egy szokásos drónfelvétel, havas táj, tehát ezek nem annyira különlegesek. Ez mondjuk most elég jól néz ki, például ez a Stop Motion 2D animáció film, Fieldsből egy tojás főzéséről, egy serpenyőben, egy napsütött, egy gyönyörű konyhában a tűzhelyen. Tehát lehetőségek lesznek benne, rengeteg minden, és tényleg az, amit ott bemutattak, hogy milyen lesz majd beleintegrálva Ugye ez lesz ennek a lényege, hogyha az Adobe alkalmazásába beleintegrálja, akkor ott mennyire tudnak majd ezek jól működni, hogy ne valami külső szoftvert használjuk, hanem már ott kapjuk meg ezeket, ahol amúgy is szerkesztenénk a videóinkat. Természetesen van nekik róla egy blogbejegyzés az Adobe oldalán, ami napok óta elérhetetlen, akármikor frissítek rá, ráfrissítek most is, de természetesen nem töltődik be. Egyszer láttam, természetesen kigondoltam volna, hogy le kell menteni ezt az oldalt, azóta sem lehet megnézni az Adobe blog bejegyzését erről, de maga a blognak a nyitólapja sem jön be. Lehet, van még itt egy link, amit majd be fogok nektek tenni, az Adobe eszközei, forrásanyagai és megoldásai megkönnyítik az alkotók munkáját, és itt persze leírják azt, hogy hogyan használják fel, és miket a betanításhoz, milyen díjakat fizetnek, stb. Tehát, hogy tudjuk azt azért, hova tenni, hogy milyen adatokon tanították be ezeket a modelleket, hogy ez valakinek fontos, illetve az üzleti felhasználásból is ez ugye fontos lehet, hogy biztosak legyünk benne, hogy kereskedelmi célra is használhatjuk azt, amit legeleltünk ezekkel az eszközökkel. Azt mondják amúgy, hogy ezek az eszközök a Creative Cloud, az Experience Cloud és az Adobe Express szolgáltatásban jelennek meg majd, illetve a Firefile. oldalon keresztül érhetjük el ezeket. Van egy várólista, amire fel lehet iratkozni, hogyha elő ha elérhetővé válna az Adobe Firefly Video beta verziója, amire természetesen hol máshol lehetne feliratkozni, mint az Adobinak a blog oldalán a linkét belerakom, próbálgathatjátok, remélem, hogy nektek sikerül, hogy meg tudjátok nyitni, és ott majd jelentkezhettek a várólistára, és hogyha valakinek sikerülne ide bejutni, akkor mindenféleképp kérném, hogy ossza meg azt, amit látott az MP3 pintyő Discord szervere, mert hogy a csatornának van egy szuper jó Discord szervere, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel találkozhattok már, akiket mind-mind érdekel a mesterséges intelligencia, és hogyha esetleg elakadtatok valamiben, akkor nyugodtan segítséget kérdehettek, vagy ha bármit szeretnétek megosztani, legyen az képszöveg, hang, videó, akkor azt itt mind meg lehet tenni, ugye a YouTube-on csak egyszerű kommenteket lehet megosztani, itt viszont bármilyen videót, szöveget, hangot feltölthettek a megfelelő keretek között, megfelelő szobába, és így mindenki megelégedését fogja szolgálni. Illetve megemlíteném még azt, az utóbbi időben kifelejtettem, hogy van egy ingyenes képgeneráló szolgáltatás az NPRM Pintyő Discord szerverbe beleépítve, és korlátlan számban generálhattok vele képet, amit nagy felbontásban tudtok letölteni. Illetve szeretném még megemlíteni, hogy nagyon köszönöm a támogatóknak azt, hogy a Patreonon és a Youtube-on keresztül támogatják a munkámat, Nélkülük nem jöhetnének létre ezek a videók, illetve szeretnék egy mérföldkövet bejelenteni nektek, hiszen uh, nemrég készült kettő rampodos templét, hogy a felhő szolgáltatásokon keresztül Hihetetlen olcsón tudjatok saját uh, fa, flux modellhez lorát képezni, illetve készült még egy rampod ahhoz, hogy a felhőben tudjatok fillére kér a leges legjobb open source modellel a Flux a képeket generálni, és ennél most már elértétek azt, hogy fél évet használtátok összesen, úgyhogy gratulálok a közösségnek, hogy igénybe vette, és remélem, hogy ez megelégedésekre szolgál. Ha bármit szeretnétek rajta módosítást kérni, akkor kérlek írjátok be a megfelelő videók alá, és megpróbálom azt leprogramozni, hogy ezen túl, amikor elindítját, elindítjátok a templétet, már az várjon titeket, hogy még könnyebb legyen használni. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Hogyha bárkinek is sikerülne az Adobe Firefly videószolgáltatásnak a bétáját kipróbálnia, és azt megoszható, akkor kérem tegye meg, hogy lássuk, hogy tényleg a valóságban mire lesz majd képes. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!